Kedves szülők, szeretettel köszöntöm Önöket a 2020-21-es tanévnyitó szülői értekezletén. Ebben a rendhagyó helyzetben egyszerre szólok Önökhöz. Részben szólok olyan témákról, amelyeket ilyenkor fontos említenünk, a tanévvel kapcsolatos helyzetről, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos iskolai intézkedésünkről is szólok, és mindazokról, amely ennek mint egy következményeképpen rajtunk áll. Amikor augusztus közepén elkezdtem készülni erre a szülői értekezletre, azt gondoltam, hogy a legnagyobb örömünkről fogok elsőképp beszélni. Elkészült a nyáron a rekordtán borítású futópályánk az iskola nagyudvarán. Hálás szívvel köszönöm a szülők támogatását, az alapítványi felajánlásokat, a bál megszervezését, hiszen a bál bevételét is több mint 1 millió forinttal támogatva ehhez a célhoz juttattak, nem kevés forintot tehát. A nagy beruházásunk mellett örömmel számolok be kisebb beruházásokról, két tanterem festéséről. Köszönöm a diákoknak, köszönöm a szülőknek, nagyszülőknek, hogy fizikai munkával is segítették ez iskolai terek szépülését. Emellett fordítottunk gondot öltözőkre, nyelvi termek karbantartására, festésére, apró linoleumi javításokat is végeztünk, sok egyéb mellett, és két tanterem is terveink szerinti ütemben két tanterem kapott új bútorzatot. A nyáron két nagyobb szabású digitális fejlesztés is megvalósult. Most már a negyedik ilyen képen látható laptopbázis készül el az iskolába. 18 tanulói laptopot tartalmaz, tanáraink pedig guruló szekrényt oda viszik abba a terembe, ahol éppen az óra szervezése ezt megkívánja. A hétköznapi tanári módszertanhoz is könnyen lehet illeszteni a digitális eszköz használatát. Emellett az eddigi teljes wifi lefedettségünk újabb bővítése talán most már elérte a maximumát. A bővítési pontok és elérési pontok bővítése révén most már valamennyi diák egyszerre akár 600 diák is tud internethez kapcsolódni, és tud a számítógépen, laptopon, okos eszközön munkát végezni. A terveink között két nagyon nagyszabású projekt van, mindkettő olyan természetű, amely iskolai költségvetési forintokra nem nagyon várhat, hiszen messze-messze a kereteinken túl nyúlik, viszont komoly tárgyalásokat tudtunk kezdeni a tornatermünk, a nagy tornatermünk komplex felújításáról, amely több mint 20 éves, 98-ban épült, több helyütt már látható jelei vannak az amortizációnak, különösképpen a padlózatra gondolva, és emellett pedig a nem látható helyeken gépészeti nehézségekkel is küzd a terem. A másik ilyen nagyszabású felújítás pedig az iskola külső és belső homlokzatának teljes renoválása. Ezek előttünk vannak, egy körülbelül 2-3 éves terven belül látjuk a megvalósulását. Viszont a tárgyalások ezzel kapcsolatban jól haladnak, kérjük, szurkoljanak, imádkozzanak a sikeréért. Ami pedig a következő tanévet illeti, vannak kisebb terveink, amelyek kevesebb forrásból és meg tudnak valósulni, úgy látjuk, gondolkodás kezdődött valami meleg, otthonos, csendes, imára, elcsöndesülésre alkalmas hely kialakítására, egy iskolakápolna létesítésére, illetve a tavalyi pálya melletti másik tervünk, a FIT terasz, a tornaterem tető teraszán, ez is a terveink között szerepel, meglátjuk, hogy melyiket tudjuk elindítani, és melyikről tudok majd jövő ilyenkor, mint elkészült friss beruházásunkról beszámolni. Apró terveink között egy zöld tetős tankert beruházás szerepel, és mindezt azért tudjuk megtenni, és azért tudunk ilyen kisebb és nagyobb szabású fejlesztésekről is gondolkodni, mert Önök sokféleképpen vannak az iskola közössége körül, vannak, akik fizikai munkában segítenek, tantermet festenek,
vannak, akik a hétköznapi munkába segítik az osztályfőnököt, apróbb dolgokban, és nagyon sokan pedig az iskola alapítványát tudják támogatni. Köszönjük Önöknek a tavalyi tanévben befolyt 5,5 millió forintnyi szülői támogatást, köszönjük a 2 millió forintos céltámogatást egy vállalkozónak, és köszönjük szépen a BÁL bevételéből felajánlott több mint 1 millió forintot. És szeretnénk Önöket arra kérni, hogy lehetőségeikhez képest és lehetőségeik szerint a továbbiakban is legyenek adakozókedvűek a Piarista Alapítvány javára. A szülői megajánlás összege továbbra is 1500 forint per diák per hó, ami azt jelenti, hogy éves szinten 15 000 forintnyi támogatást szeretnénk kérni, amennyiben a családi költségvetés ezt lehetővé teszi, akár egy összegben, vagy fél évente, vagy havonta kisebb összegekben. Nem csak az iskolai fejlesztéseket tudjuk ennek az alapítványnak a segítségével megvalósítani, hanem tudunk szociális támogatást, szociális hálóként a rászoruló családokon segíteni, akár a tankönyv támogatásban, vagy osztálykirándulás segítésben, karácsonyi támogatásként, vagy pedig, ha valami váratlan és nagyon nehéz helyzet adódik egy családban, akkor krízisben is tudunk átmeneti segítséget nyújtani. Köszönjük mindazoknak, akik az adó 1%-át a Piarista Alapítvány számlájára utalják. És akkor a járványügyi helyzetre való tekintettel az EMMI által kiadott protokoll és rendelkezéseket az iskolai környezetre adaptálva megfogalmaztuk az intézkedési tervünket, fontos, hogy ismerjék a szülők is, fontos, hogy ismerjék a diákok is, az iskola honlapján a kiemelt hírek között megtalálják. Néhány fontos pontjáról szeretnék beszélni. A legfontosabb az, hogy az iskola helyét, az iskola látogatásra vonatkozó szabályokat a legpontosabban ismerjék és betartsák. Iskolába csak tünetmentes, makegészséges diák, tanár és munkatárs léphet be, mindazok, akik valamilyen betegség tünetet hordoznak, és különösképpen a COVID betegség vezető tüneteinek egyikét, másikát tapasztalják magán, föltétlenül keressék fel a háziorvost, és föltétlenül kerüljék el az iskolába jövetelt. A 38 fok feletti láz, a száraz köhögés, a fáradékonyság, a nehéz légzés talán jól ismert a médiából is ennek a betegségnek a vezető tünetegyüttese, és előfordul ritkábban, talán a leggyakrabban az ízlelés zavara, de más látják influenzához, vagy akár egyszerű meghűléshez is hasonló tünetek, izomfájdalom, akár hasmenés, torokfájás vagy orrfolyás. Amennyiben a betegség tüneteit hordozzák, tehát kerüljék el az iskolát. Amennyiben a családtagok közül vannak betegek, a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a testvérgyermekek járhatnak iskolában, egészen addig, ameddig ők maguk nem tapasztalják magukon a tüneteket. Meg kellett szigorítanunk a tanulói hiányzást és annak az igazolását, aki akár egy vagy két napos betegséggel is otthon maradt, orvosi igazolással kell rendelkeznie arról, hogy már közösségbe léphet és egészséges. Korábban megfogalmazott engedmények, miszerint egy vagy két napos betegséget a szülő igazolhat, ebben a járványhelyzetben a szabályozások nem teszik lehetővé. Tehát akár egy-két napos betegséget is orvosi konzultáció után orvosi igazolással kell igazolni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nagyon intenzíves, transzparens kapcsolat legyen a szülői ház és az iskola között a betegséggel összefüggésben. Létre is hoztunk egy intézményi tematikus e-mail címet, covid@vac.piarista.hu címen, ahová azt kérjük, hogy a lehető leggyorsabban jelezzenek, hogyha igazolt COVID betegséggel találkoznak szűken a családban, mert a szükséges intézkedéseket, akár a kontaktkutatásban fontos információkat kell tudnunk. Az iskolai kikérők. Ehhez a ponthoz majd a prezentációban bemutatom az elektronikus ügyintézés felületét. Azt szeretnénk kérni Önöktől, tulajdonképpen egyik sem újdonság, csak szeretném most hangsúlyozni,
hogy mivel a szülő egy napos betegséget nem tud igazolni, ezért legyenek szívesek, előre jelezzenek olyan szülői igazolásokat, amely akár családi ügyintézés, akár más nem betegség okkal magyarázható diák távollétet jelez. Előre egy nappal legalább jelezzék az osztályfőnöknek, ha pedig hosszabb időről van szó, és az igazgatónak kell címezni ilyen kikérőt, akkor azt legyenek kedvesek, 5 nappal előre jelezzék, ha valami olyan rendezvény vagy olyan program van, amely több napra szólítja el a diákot az iskolából. Alapvetően a tanév során sokszor felmerülő külföldi út, külföldi síelés, ilyen helyzeteket most a vírus járványra való tekintettel alapvetően nem tudok engedélyezni. Sokféle intézkedést tettünk, amely arra hivatott, hogy az iskolai csoportosulásokat, a különféle rendezvényeinket lehetőleg a létszámában minimalizáljuk. A protokoll ír ilyen vázlatpontokban sok mindenről. Fontos a diákoknak is, és mindenkinek megérteni azt, hogy a maszkviselés mennyire fontos ebben a helyzetben. Tudjuk, hogy az osztálytermekben a maszkviselése nem kötelező, nyilván ajánlott, ahol pedig a piarista fenntartó kötelezővé tette a maszk viselését, azok a közösségi terek, a folyosók, az aulák, különösképpen az ebédlői folyosó és az ebédlő tere is az étkezési időt leszámítva, hiszen itt nem tudjuk garantálni sem a védőtávolság betartását, sem pedig az osztályok, tanulócsoportok keveredését. Mint mondtam, a rendezvényeinket, amennyire belátjuk az időt, létszámkorlátozzuk, illetve bizonyos rendezvényeinket várhatóan nem fogunk megtartani. Kirándulásokat belföldre szervezzük, és a belföldi kirándulások esetén is nagyon szigorú körültekintéssel, igény és szabályok betartására figyelve járunk el. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek tényszerű és korrekt tájékoztatást kapjanak a járványügyi helyzettel kapcsolatban, megismerjék a koronavírus betegséget, a tüneteket, megismerjék mindazt a folyamatot, amely tavaly december végén Kínából elindulva árasztotta el a világot. Fontos, hogy a gyerekek megértsék, érzékenyüljenek ehhez a helyzethez. Nem kell rettegésben élniük, nem kell állandó félelemben lenniük, de pontosan ismerniük kell ennek a vírusnak a hátterét. Nyilván mindent megteszünk annak érdekében, az iskola tulajdonképpen állandó takarítását végezve, a belépőpontokon fertőtlenítőszeradagolókat elhelyezve, hogy amikor a diákok beérkeznek, akkor rögtön kézfertőtlenítéssel kezdjék az iskolai napjukat, folyékony szappanokat, virucid, fertőtlenítőszer hatású folyékony szappannal helyettesítjük, illetve a sok emberi kéz által érintett pontokat, a kilincseket, a kapaszkodókat, a klaviatúrát és minden ilyen dolgot rendszeresen fertőtlenítünk napjában többször is. Speciális szabályokat hoztunk, például a testnevelés órán, ahol a páros testkontaktust igénylő gyakorlatokat mellőzzük, és hogy a nagyobb csoportosulások az öltözők körül elkerülhetők legyenek, már jelző csengőkor befejezzük az órát, hogy kicsöngetésre már akár az öltözőt elhagyva térhelyenek a diákok a további dolgukra, hogy az érkező csoporttal már ne találkozzanak. A gyakorlati órákon pedig ügyelünk a távolságtartásra, a sportszereket, kísérleti eszközöket pedig rendszeresen felületfertőtlenítővel takarítjuk. Fontos kérnünk a diákoktól azt, hogy az osztálytermekbe csak a szükséges felszerelést tárolják, ne legyenek lerakatok, az asztal a szünetben mindig legyen üres és tiszta, és napvégén is könnyen lehessen felületfertőtleníteni. A szellőztetésről is állandóan gondoskodunk, az ebédlő sorban álló csoportosulást részben a már említett maszkviseléssel igyekszünk a kockázatokat minimalizálni, illetve ugyanezt a büfé előtt, mint hogy közösségi tér, az is a maszkviselést kötelezően írjuk elő. Az iskola minden mosdójában fertőtlenítőszer tartalmazó folyékony szappant helyeztünk el, és étkezés előtt kifejezetten ajánljuk
a diákoknak a kézfertőtlenítést. Kollégiumra vonatkozó szabályokat is ismerik, a kollégisták megkapták az ezzel kapcsolatos tájékoztatót a kollégium vezetőjétől. Amennyiben a vírusfertőzés bekopogtatna az iskolába, kérjük a szülőket a covid@vac.piarista.hu címre, ezt haladéktalanul jelezzék nekünk, ha pedig diákunk az iskolában váratlanul észlelne magán ilyen tüneteket, akkor őket arra kérjük, hogy a leírtak szerint járjanak el, haladéktalanul tegyék fel a maszkot, ha az osztályteremben lennének, szóljanak egy felnőttnek, aki pedig az orvosi szobába a védőnőhöz kíséri őket, a helyszínen azonnali szellőztetést és fertőtlenítést tartunk, a védőnő és ha az iskolaorvos éppen jelen van, akkor az ő elsődleges vizsgálata után értesítenünk kell a szülőket, és a járványügyi protokollnak megfelelően fogunk eljárni. Felhívjuk az önök figyelmét is, hogy a hiteles tájékoztató felületeken érdemes információkhoz jutni. Két ilyet rögzítettem ide, a protokollba egy kattintással elérhető, részben a koronavírus.gov.hu, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapját, illetve az ott elérhető protokollokat érdemes elolvasni. Bízunk abban, hogy ezek a nehéz idők azért úgy fognak elmúlni, hogy az iskolába nem kerül be a vírus. A COVID tájékoztatta után tovább lépünk. Az ebéd kapcsán mindig elmondom, hogy sokan járnak, szeretik, az itteni munkatársaink főzik az ebédet, utólag fizetünk átutalással az ebédért, alapvetően átutalással, aki pedig szeretné lemondani az ebédjét, azt reggel 8 óráig teheti, sokféleképpen telefonon, a központi telefonszámon, illetve a menza@vac.piarista.hu címmel. Most már 4. éve, hogy Kalazancius konyhája várja a diákokat önkiszolgáló rendszerben a készlet erejéig, a nap során ki nem osztott ebéd adag kerül kiszolgálásra. A járványügyi helyzetre való tekintettel valószínű, hogy az önkiszolgáló rendszert felfüggesztjük, és a konyhásainktól lehet délután 3:43-tól repetát kérni. És akkor az e-ügyintézés témakörébe vágok, itt is megmutatom konkrétan a felületet, amely nagyon könnyen kezelhető, és mondhatnám, hogy szülő és iskolabarát, ügyintézésbarát. Ha belépünk az e-napló felületére, akkor az e-ügyintézés felső gombra kattintva érjük el a felületet, amelyen sokféle ügy intézése válik könnyebbé. Ha az ügyintézés indítása gombra kattintunk, akkor egy tekintélyes lista adódik itt, amely az intézhető ügyek listája. Kettőt mutatok be, mind a kettő szinte önmagát magyarázza, mondjuk a tanulói mulasztás igazolásának a menüpontját, ha rákattintanak, már látják is a felületet, a hiányzás kezdetét kell megjelölni, a hiányzás végét kell megjelölni, és látják, kötelező a mező kitöltése, a igazolás típusát kell megjelölni, mondjuk orvosi igazolás, kérelmet nem látják, hogy piros, csillagos, tehát nem kötelező válaszolni rá, illetve ami kötelező, orvosi igazolás esetén a dokumentum csatolása. Nem kell most már behozni az orvosi igazolást, a diáknaptárat is nyugodtan használhatják erre, azt sem kell bemutatni, egy fotót készítenek róla, csatolják, és a beküldés gombra kattintva már is megjelenik ez az ügy a gyermek osztályfőnökénél. Hogyha más ügyet szeretnének intézni, akkor visszalépve, biztosan elnavigálok, visszalépve egy újabb ügy intézhető. És ugyanezen a felületen kapják meg a választ is az indított ügyre vonatkozóan. Például, hogyha igazgatói engedélyt szeretnének kérni a diák mulasztásának igazolására, ugye előzetesen kell ezt benyújtani, akkor hasonlóképpen járnak el, megjelölik a hiányzás kezdetét, megjelölik a hiányzás végét, és
indoklást fűznek a kérésükhöz. Ha a beküldés gombra kattintanak, akkor az egyenesen hozzám fog érkezni. Azért szeretném kérni, hogy 5 nappal az indulás előtt már nálam legyen, mert szükséges konzultációkat folytatnom az osztályfőnökkel. Ha tehetik, akkor még korábban is érdemes ezt a előzetes engedélykérést megtenni. Például, hogyha külföldi utazásra kerülne sor, amire most ugye ebben a tanévben remélem nem fog sor kerülni, mert ilyen kéréseket nem fogok tudni engedélyezni, akkor nyilván a repülőjegy meg a síbérlet megvásárlása előtt már legyenek kedvesek, konzultáljanak az osztályfőnökkel, illetve konzultáljanak az osztályfőnökkel is, és adjanak lehetőséget arra is, hogy én is megtehessem mindezt. Az e-ügyintézés most debütál, bízunk abban, hogy könnyű szerrel fogjuk tudni az iskolába befogadni ezt az új rendszert. A hiányzásokkal kapcsolatban említettem, hogy 6 nap szülői igazolás van a házirend szerint, ez betegségre nem használható, előzetes jelzést kell tegyenek. Az orvosi igazolásokkal kapcsolatban pedig szintén az e-ügyintézés felületét használják alapvetően, közösségbe pedig, mint azt többször is mondtam, csak egészséges diák jöhet. A tanévkezdéshez tartozik a mindennapos testnevelés és a sportkínálat a testnevelők hirdetőtábláján megtalálható, illetve az iskola honlapján is. A mindennapos testnevelés keretében a +2 testnevelés órát akár az iskola sportkörében, akár valamilyen városi, egyesületi helyszínen lehet végezni. Ez utóbbi esetben igazolást kell hozni az egyesülettől. Az egyesület igazolását akár a honlapról letölthető formanyomtatványon, akár a diáknaptárban szereplő igazoló lapon elfogadjuk. Szeptember 11-éig kell ezt bemutatniuk, az első mindennapos testnevelés órákat pedig a 14-i héttől indítjuk. Szólnom kell a biztosításról is. Az alapbiztosítást minden kiskorú diák után az állam biztosítja. Tudniuk kell, hogy ez egy nagyon minimális biztosítási csomag, és csak 18 éves korig biztosít. Aki a 18 éves korát betöltötte, nagykorú diáknak nincs biztosítása. Ahogy a korábbi években is az iskolában lehet ilyen kiegészítő biztosítást kötni, vagy lehet biztosítást kötni, több csomag közül lehet választani, az iskola honlapján látnak erről tájékoztatót a főmenükben. És akkor 3 pedagógiai rövid villanást vetnék föl. Az 5-esek tanulásmódszertan tréningen fognak részt venni szeptember 24-én és 25-én. 2 napon keresztül fognak a saját tanulásukról tanulni, részben tanulási praktikákat, trükköket, amelyek megsegítik a gimnáziumba való integrációjukat, és sokféle támaszt, segítséget kaphatnak a gyerekek a saját tanulásukkal kapcsolatban. A 9. évfolyamosoknak pedig egy kompetenciafejlesztő tréning sorozatot hirdetünk. Órarend szerinti tanítási időben, heti 2 órában a Várcon működő kilátó piarista központtal együttműködve 2 tanárunk és kilátó szakemberek együttműködésében fogant meg ez a tréning. A 12. évfolyamosoknak pedig szintén a kilátó szakemberei tartanak pályaorientációs foglalkozást, amely részben a jövőjükkel kapcsolatos döntésükben segíti, részben pedig már a felsőoktatás, az egyetemi lét, a felnőtt élettel kapcsolatos hétköznapi kérdéseket is vitatják meg. Terveink szerint pályaorientációs napot tartunk a teljes felső évfolyamnak. Ezen a napon sok vendég érkezne hozzánk, felsőoktatási intézmények képviselői, neves intézmények oktatói, professzorai, oktatási dékánjai, dékán helyettesei, és számtalan helyről érkeznek piarista öregdiákok. Meglátjuk, hogy a vírus helyzet, a járványügyi intézkedések milyen találkozásokat tesznek lehetővé. Végül pedig a 9. és 10. évfolyamosok képzési plusz-plusz irányáról is szólok pár szót. Most már 3. éve, hogy a 9.-10. évfolyamosoknak a
diánlátható irányokban adunk valami pluszt, méghozzá nem is egy, hanem két órában, így hívjuk plusz-plusznak ezt a képzést. Természettudományos irányban fizikát, biológiát, reál irányban matematikát, informatikát, humán irányban egy humán kultúra nevű tárgyat tanítunk, a művészetek, a rajz, az ének és az irodalom tanárok együttműködésében, és azokat a diákokat, akiket a tanulás útján kell kísérnünk, tanulásmódszertani foglalkozásokat tartunk nekik, és ehhez a hatoshoz lépett idén be a média. Hát ilyen pedagógiai innovációink, pedagógiai újításaink vannak. Az egész tanévhez önöknek is nagy türelmet kívánok, megköszönve mindazt a figyelmet, mindazt a türelmet és iskolára figyelést, amelyet a digitális munkarend 3 hónapjában tanúsítottak. Bárhogy is alakuljon, tudniuk kell, hogy számíthatnak a gyerekek a tanáraikra, és számíthatnak önök is arra, hogy ezt az időszakot, amely előttünk van, és amelyről keveset tudunk, nagy bizonytalanságot látunk magunk előtt, ebben a szülők és a családok is számíthatnak az iskolára. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, a szülői értekezletek folytatódnak az osztályfőnökökkel, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a szeretteikre, minden jót kívánok önöknek!